Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A kis dongó lány. Bogyó, Babóca és Baltazár korán reggel elindultak a rétre, hogy kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske vart. De a réten már volt valaki. Egy ismeretlen dongólány orgonát szedett, s közben vidáman énekelt. Itt a tavasz, tralala, virágzik az orgona. Baltazár szólította meg elsőként. Szervusz, kis dongó! Én Baltazár vagyok, a méhecske. Ő itt mellettem Bogyó, a csigafiú, ő pedig Babóca, a katica lány. Te ki vagy? Engem Dorottyának hívnak. Hosszú útról tartok hazafelé, és egy picit megpihentem itt a réten. Mi pedig éppen az új ejtőernyőmet fogjuk kipróbálni. Velünk jössz? Kérdezte Baltazár. Szívesen. Elsőként Baltazár és Dorottya ugrottak le a dombról, utánuk pedig sorra mindenki kipróbálta az ejtőernyőt. Egész estig játszottak. Ugye holnap is velünk jössz? Kérdezte izgatottan a méhecske. Nem, sajnos holnap korán kell elindulnom. Nagyon messze lakom innen, hosszú repülés áll még előttem. Így hát Bogyó, Babóca és Baltazár elbúcsúztak Dorottyától. Hazafelé Baltazár annyira lógatta az orrát, hogy Babóca végül megkérdezte. Mi bánt? Baltazár szerelmes, nevetgélt Bogyó. Bogyó, ne csúfolódj! Szólt rá haragosan Babóca. Tudod mit, Baltazár? Mondd meg Dorottyának, hogy maradjon itt, majd építünk neki egy kis házat itt a mi erdőnkben. Jaj, de jó! Holnap korán reggel kimegyek a rétre, és megkérem, hogy maradjon. Másnap Baltazár, Babóca és Bogyó korán felkeltek. Szaladtak a rétre, hogy beszéljenek Dorottyával. De jaj, elkéstek! A kis dongólány már útra kelt. Csak egy kis levelet hagyott a fára tűzve, amelyben elköszön a barátaitól. Baltazár leült a fűbe és elpityeredett. Most már Bogyó sem nevette ki. Menjünk utána, szólt a csigafiú. Még biztosan utolérjük. Bogyó, te csigalassan vánszorogsz, így sosem érjük utol Dorottyát, kesergett Baltazár. Bogyó már majdnem megsértődött, amikor egy süni lépett elő a bokorból. Én talán segíthetek, igaz, én sem haladok túl gyorsan, de nálatok mégis gyorsabb vagyok. A kis barátok nagyon megörültek. Gesztenyegúbóból csöpp kis hintót fabrikáltak, a hintó kötelét ráakasztották a süni tüskére, és a sünfogat már indult is. Pihenjünk egy keveset, javasolta Babóca, amikor már besötétedett. Reggel folytatjuk az utat. De Baltazár megint pityeregni kezdett. Nem fogjuk megtalálni soha. Micsoda finom orgona illatot érzek, kiáltott fel hirtelen Bogyó. Orgona? Csodálkozott Babóca. Ez nagyon különös, gyertek, nézzünk körül. Nem volna kedved ezentúl a mi erdőnkben élni? Építenénk neked egy házikót, olyat, amilyet te szeretnél. Nem kellene visszarepülnöd messzi otthonodba. Nagyon örülnénk, ha velünk maradnál. Igen, úgy van. Nagyon örülnénk, helyeselt Bogyó és Babóca is. Köszönöm, boldogan maradok nálatok, mondta meghatottan Dorottya. Ilyen nagy utat tettetek meg, hogy utolérjetek. Igazán nagyon kedves tőletek. Beültek a sünifogadba, és visszatértek a mezőre. Másnap korán reggel munkához láttak. Szép kis házikót építettek Dorottyának az orgona mező határában. Amikor a dongóház elkészült, nagy ünnepséget rendeztek. Eljött az erdő apraja nagyja, késő estig táncoltak, lakmároztak, vidám mulatsággal köszöntötték az erdő új lakóját. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hóember. Egy hideg téli reggelen Bogyó, a csigafiú, vidáman kopogtatott Babóca ajtaján. Gyere velem szánkózni!
Babóca gyorsan felvette a téli kabátját, sapkát, sálat, kesztyűt húzott, és már indultak is. A Katica lány felült a szánkóra, a csiga pedig húzta-húzta erősen. Hamarosan elállt a hóesés. Bogyó és Babóca élvezték a téli napsütést, lankás dombokon és meredek hegyoldalakon csúsztak. Nézd csak, milyen szép hóember, kiáltott Bogyó. Jaj, neki megyünk, aggódott Babóca, de már késő volt. A szánkó egyenesen nekiszáguldott a dombalján áldogáló hóembernek. Nem ütötted meg magad? Kérdezte Bogyó Babócát. Én nem, de a hóembert alig, ha nem tönkretettük. Hát igen, a hóember felborult, állapította meg Bogyó is. Meg is eszem a répa orrát. Hógolyozzunk egyet a hóemberből, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca vidám hógolyozásba kezdtek. A hóemberből hamarosan szinte semmi sem maradt. Egyszer csak Baltazár, a méhecske köszönt rájuk. Babóca vidáman kérdezte. Nincs kedved hógolyózni velünk? Most nem érek rá. Hoztam egy kalapot és egy sálat a hóemberemnek, amit tegnap építettem. Nem láttátok véletlenül? Bogyó és Babóca riadtan néztek egymásra. Húha! Suttogta Bogyó. Biztosan azt a hóembert keresi Baltazár, amelyiknek neki mentünk. Nem merték elmondani Baltazárnak, hogy feldöntötték a hóemberét. Nem, nem láttunk semmiféle hóembert. Sehol sem találom a hóemberemet, fakadt sírva Baltazár. Bogyó és Babóca nagyon megsajnálták a méhecskét. Ne szomorkodj, mondta végül Bogyó. Építsünk inkább egy új hóembert. Jó, egyezett bele szipogva Baltazár. Az alsó legnagyobb hólabdát Babóca gyúrta, a középsőt, a hóember pocakját Baltazár, a legkisebbet pedig Bogyó. Ez lett a hóember feje. Babóca megemelte Bogyót, Bogyó pedig feltette a helyére a hóember fejét. Amikor a hóember elkészült, Baltazár végre a nyakába köthette a csíkos sálat. Bogyó nagyot ugrott, és feltette a hóember fejére a piros fazékkalapot is. Hű, nagyon szép lett, lelkendezett Baltazár. Az az igazság, szólalt meg ekkor bűnbánóan Bogyó, hogy mi tettük tönkre a hóemberedet. Véletlenül nekicsúsztunk a szánkónkkal. Nem haragszol? Na hát, ti voltatok? Kérdezte megdöbbenve a méhecske. De aztán hamar megbocsátott Bogyónak és Babócának. Ez a hóember sokkal szebb lett, mint az előző, jelentette ki. Menjünk, csúszunk le a dombon együtt! A három jó barát késő estig szánkózott a hegyoldal meredek lejtőin. Most már nagyon vigyáztak az új hóemberre. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Vendel korcsolyázik. Egy téli napon Bogyó és Babóca a tóparton sétálgattak. A tó vize vastagon befagyott. Gyere, Babóca, csúszkáljunk egyet a jégen, javasolta a kis csiga. A Katica lány boldogan beleegyezett. Bogyó és Babóca óvatosan rámerészkedtek a jégre. Összefogóztak, és csúsztak jobbra-balra. Nagyon jól érezték magukat. Hamarosan egészen belejöttek a csúszkálásba.
Néha elestek, nagyokat nevettek, aztán felálltak és folytatták. Arra jött Wendell, a szarvasbogár. Wendell, próbáld ki te is! Gyere velünk csúszkálni! Hívta barátját Bogyó. Wendell kicsit félt ugyan, de kíváncsi volt, ezért rálépett a jégre. Kiáltott nyomban, mert lábai kicsúsztak alóla, és hanyat vágódott. Bogyó és Babóca rögtön odaszaladtak barátjukhoz. Gyere, Wendell, majd mi segítünk! Azzal Bogyó és Babóca közrefogták Wendellt, és óvatosan elindultak a jégen. Akkor most elengedünk, és próbáld meg egyedül! Kiáltott Babóca. A csiga fiú és a katica lány elengedték Wendellt. Lassíts, Wendell! Kiabált Babóca. Wendell megpróbált megállni, de lábai szétcsúsztak a jégen, és egyenesen beleszágoldott a tüskés bokorba. Segítség! Jaj! Össze-vissza szurkáltak a tüskék. Megsérült a szarvacskám. Nagyon fáj! Babóca már szaladt is, hogy megvizsgálja a szarvacskáját. Ne búslakodj, mondta Babóca, és bekötötte Wendell sérült szarvát pöttyös sálával. Ekkor egy csodaszép bogárlány siklott elő a bokor mögül. Olyan könnyedén csúszott a jégen, mintha súlytalan lett volna. Na hát, ki vagy te? Kérdezte Babóca. Milla vagyok, a hóbogár. Szia, Milla! Ő Babóca, a katica lány, ő Wendell, a szarvasbogár, én pedig Bogyó vagyok, a csiga fiú, mondta illedelmesen Bogyó. Hogyan tudsz ilyen szépen gyorsan siklani a jégen? Kérdezte Wendell. Korcsolyával, felelte a hóbogár. Egy olyan cipőcske, amivel csúszkálni lehet a jégen. Rá kell csatolni a csizmára. Ez a korcsolya éle. Ez siklik a jégen. Te készítetted? Kérdezte kíváncsian Bogyó. Igen, én készítettem. Igazán nem nehéz. Ha szeretnétek, készíthetünk nektek is. Hurrá! Kiáltottak fel egyszerre, mint hárman. Bogyó, Babóca, Wendell és Milla együtt sétáltak ki az erdőbe. Milla alaposan megnézte a földön heverő faágakat, végül kiválasztott egy szép nagyot. Ezután munkához láttak. Fűrészeltek, csiszoltak, fúrtak, faragtak, csavaroztak. Mindenki kivette a részét a munkából. Készen van, jelentette ki elégedetten Milla. Az asztalon három pár vadonatúj korcsolyacipő sorakozott. Bogyó és Babóca kicsit félve csatolták fel a korcsolyatalpakat. Legjobban persze Wendell aggódott. Bogyó és Babóca összefogódva indultak el a jégen, Wendellnek pedig Milla segített. Na hát, korcsolyával sokkal könnyebb siklani a jégen, mint csizmában, nevetett Wendell. Milla sokáig haladt kézen fogva Wendellel. Egyszer aztán elengedte, és a szarvasbogár egyedül siklott tovább a jégen. Wendell hamarosan megtanult kanyarodni, elindulni és megállni is. Sikerült! Tudok korcsolyázni! Kiabálta a nap végén Wendell boldogan. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A mézes kalácsok. Elérkezett a december. Az erdőt beborította a fehér hótakaró. Bogyó és Babóca a katica lány pöttyös házikójában üldögéltek. Süssünk mézes kalácsot, javasolta vidáman Babóca. Bogyó és Babóca munkához láttak. Sürögtek, forogtak a konyhában, összegyúrták a tésztát és laposra nyújtották. Babóca elővette fiókjából a mézes kalács formákat. A formákat belenyomták a tésztába, és sütni kezdték a mézes kalácsokat. Amikor szép pirosra sültek, akkor Babóca kivette a mézes kalácsokat a sütőből, egy tálba tette, és kivitte a házikó elé. Hamar kihűl majd a hidegben, mondta Bogyónak.
Ebben a pillanatban elrepült a házikó felett egy szarka. Megérezte a finom illatot, és nyomban észre is vette a mézes kalácsokat. Megfogta csőrével a tálat, és uzsgyi, elröpült vele. Amikor Babóca kijött, hogy bevigye a süteményeket, sehol sem találta a tálat. Jaj, valaki elvitte a mézes kalácsokat, kiabált kétségbe esetten. De ki vihette el a tálat? Kérdezte tanácstalanul Bogyó. Bogyó és Babóca elindultak az erdőben. Hamarosan Millával, a hóbogárral találkoztak. Kedves Milla, valaki elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, ki volt az? Kérdezte Babóca. De igen, láttam. A szarka vitte el. Arra röpült, válaszolt Milla. Tovább mentek. Most a kukaccal találkoztak. Kedves kukac, a szarka elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, merre röpült? Kérdezte Babóca. Nem sokára meglátták Gömbit és Dömét, amint épp hóembert építettek. Nem láttátok a szarkát? Elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal, panaszolta Babóca. De igen, láttuk, a patak felé repült, válaszolt a krumpli bogár. Nézd csak, Babóca, morzsák, erre röpült a szarka, kiáltott hirtelen Bogyó. Kövessük a morzsákat, és megtaláljuk a szarka odóját, javasolta a Katica lány. Így is történt. A morzsák elvezettek a szarka odójáig. A mézes kalács illata körbelengte a nagy fát. Bogyó és Babóca felmásztak a fára, és bekopogtak a madár odójába. Te vitted el a sárga tálamat tele mézes kalácssal? Kérdezte Babóca, amikor a szarka ajtót nyitott. Igen, én voltam. Nagyon éhes voltam, megláttam a tálat és elhoztam, de visszaadom az egészet. Csúnya dolog elvenni azt, ami másé, mondta Babóca, és mérgesen hazafelé indult. Bogyó követte. Ugyan, Babóca, ne legyél ilyen haragos. Igaz, hogy a szarka elvitte a tálat, de vissza is adta. Majd biztos bocsánatot is kér, mondta a csiga fiú. Délután Bogyó és Babóca meghívták a barátaikat. Eljött Pihe, a lepke kislány, Baltazár, a méhecske, és Vendel, a szarvasbogár is. Körbeülték az asztalt, és falatozni kezdtek. Hamarosan halk kopogás hallatszott. A Katica lány kinyitotta az ajtót. A szarka toporgott félénken a házikó előtt, és egy nagy üveget szorongatott szárnyaival. Hoztam nektek csipkebogyó szörpöt. Magam készítettem idei csipkebogyóból. Kérlek, fogadjátok ezt el, és ne haragudjatok, amiért elcsentem a mézes kalácsokat, mondta a szarka. Kedves szarka, nincs kedved velünk falatozni? Neked is jut hely az asztalnál. A szarka nagyon megörült, és hamarosan már mind együtt ültek az asztal körül. Mézes kalácsot ettek, csipkebogyó szörpöt ittak, beszélgettek, nevetgéltek késő esti. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Pihe síjjel. Milla a hóbogár egy téli napon meghívta barátait síjelni. Mindenkinek van síléce? Kérdezte. Nekem nincs, mondta Bogyó a csigafiú. Nekem sincs, csatlakozott Ugri, a szöcske kislány. És nekem se, tette hozzá Pihe, a lepke lány. Akkor lássunk neki, nem nehéz. Készítünk nektek sílécet, mondta vidáman Milla. Együtt fúrtak, faragtak, simára csiszolták a deszkát, szíjat erősítettek rá, még botot is készítettek hozzá. Délre készen is lettek az új lécek. Elindultak együtt a hegyre. A hegytetőn mindenki felcsatolta a sílécét, és felvette a sisakját. Ekkor Milla megkérdezte. Mindenki tud síjelni? Aki nem tud, azt szívesen megtanítom. Mind bólogattak, egyedül pihereszketett. A lepke lány nem tudott síjelni, de nem merte megmondani. Biztos nem olyan nehéz, majd belejövök, gondolta magában. Egyedül a kis zöld kukacnak sugta meg az igazat.
Elsőként Bogyó indult. Hoppá, száguldunk! Kiáltotta vidáman, ahogy lefelé iramlott a meredek domboldalon. Bogyó után Babóca jött, aztán Baltazár és sorra a többiek. Végül Pihe is nekirugaszkodott, nagy lendületet vett és ellökte magát. Igen ám, de nem tudott megállni a lejtő alján. Tovább csúszott át a következő hegyre, aztán a következőre, míg rettentő messzire került a többiektől. Végül egy nagyot esett, és belefúródott egy nagy hókupacba. A többieknek csak később tűnt fel, hogy a lepke lány hiányzik. Pihe nem is tud síelni, mondta kétségbe esve a kukac. Nem tud síelni? Kérdezték döbbenten a többiek. Nem, most síel először, és nagyon fél, csak nem merte megmondani. Jaj, félek, hogy baja esett, sírt a kukac. A kis barátok megijedtek, és nyomban Pihe keresésére indultak. Eközben Bagoly doktor rátalált a sérült lepkelányra. Észrevette a magasból, és odaröpült mellé. Pihe, mi történt veled? Kérdezte. Nem tudtam lefékezni, és elestem. Nagyon megütöttem magam. Már azt hittem, sosem fogok megállni. Nem akarok többet síelni. Zokogott Pihe. A Bagoly megsajnálta a lepkelányt, a hátára vette, és elvitte az odujába. Bekötözöm a sebeidet, aztán elviszlek Millához. A többiek már biztosan keresnek, intézkedett Bagoly doktor. A kis barátok mindenütt keresték a lepkelányt, de nem bukkantak a nyomára. Szomorúan értek vissza Milla házához. De Pihe már ott várta őket. Nagy volt az öröm. Hurrá! Na hát, Pihe, jól vagy? Ne síjel minden, mi történt veled? Kérdezte Babóca. Pihe mindent elmesélt töviről hegyire. Szóval nem tudsz síjelni? Ámuldozott Milla. Majd én megtanítalak. Ha megtanulsz kanyarodni és fékezni, akkor bármilyen magas hegyről le tudsz majd siklani. Köszönöm. Mosolygott a lepkelány. Másnap Milla elkezdte Pihe tanítását. Az első nap végére a lepkelány szép, lassan, óvatosan lecsúszott a legkisebb dombon, és ügyesen megállt a végén. Nézzétek, Pihe már tud síelni! Ezt meg kell ünnepelnünk! Kiáltotta Wendell, és zenélni kezdett a jégcsapokon. Többiek mind táncra perdültek, énekeltek, és vidám körtáncot jártak a lepkelány körül. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Kavicsok. Egy nyári délutánon Babóca elhatározta, hogy szamócás lepényt fog sütni. Megkérte Wendellt, a szarvasbogarat, és Baltazárt, a méhecskét, hogy hozzanak az erdőből friss szamócát. A két fiú elindult. Baltazár hamarosan észrevett az út közepén egy kavicsot, és rugdalni kezdte maga előtt. De a kavics megtetszett Wendellnek is, és elcselezte Baltazár elől. Nem ér, Wendell, az az én kavicsom, én rugom tovább. Nem, ez már az én kavicsom, keresd másikat, ezt én rugdalom tovább. Én találtam, az enyém, méltatlankodott Baltazár. Rengeteg kavics van, keresd másikat, zárta le a vitát Wendell, de Baltazár nem hagyta magát. A két fiú addig löktöste egymást, míg végül mindketten elbotlottak, és legurultak a meredek domboldalon. Egyenesen belebukfenceztek a domb alján csörgedező patakba. A hangzavarra előbújt patakparti házából Alfonz a tücsök. Jaj, mi történt? Kérdezte riadtan. Wendell a hibás, elvette a kavicsomat. Még hogy a te kavicsod, azé, aki ügyesebb. Elég legyen, vágott közbe Alfonz. Először is gyertek be a házamba, szárítkozzatok meg, azután elmesélhetitek, mind vesztetek ennyire össze. A két fiú mérgelődve lépett be a tücsök házába.
Kiteregették a napra a vizes ruhákat, és törülközőbe csavarva várták, hogy megszáradjanak. Közben Alfonz limonádét és kekszet tett az asztalra. A napsugár gyorsan megszárította a ruhákat. Vendel és Baltazár duzzogva majszolták a kekszet, és egymás szavába vágva elmesélték Alfonznak, hogyan gurultak le a domboldalon. Nekem egy egész gyűjteményem van belőlük. Kavics gyűjtemény! Megmutatod? Lelkendezett Baltazár. Persze, gyertek be! Büszkélkedett Alfonz, és egy nagy doboz tett az asztalra. Hol szedted ezeket a szép kavicsokat? Itt a közelben a patakparton. Ti is szedhettek. Hurrá! Teleszedték a kosaraikat kavicsokkal. Sokáig válogattak, gyűjtögettek, egészen addig, míg sötétedni kezdett. A szarvasbogár és a méhecske elköszöntek a tücsöktől, és elindultak felfelé a dombon. Hamarosan elhaladtak Babóca háza előtt. A Katica lány mérgesen kiáltott ki pöttyös háza ablakából. Hát a Szamóca hol van? Hűha, a Szamóca, elfelejtettük a Szamócát. Nézd csak, Babóca, milyen szép kavicsokat szedtünk Alfonzzal. Mit kezdjek ezekkel? Süssek kavicsos lepényt? Én Szamócát kértem. Elfelejtettük, vallotta be Vendel, és töviről hegyire elmesélt mindent a Katica lánynak. Hát, akkor hadd lássam legalább azokat a szép köveket, ha már Szamócát nem hoztatok. Rajzolni kellene a kavicsokra valamit. Ez olyan, mint egy házikó. Erre pedig egy mosolygós fejet rajzolnék. Ez nagyon jó ötlet. Holnap hívjuk el a többieket is, és díszítsük fel a kavicsokat. Rendben! Másnap eljött Babócához Bogyó, a csigafiú, Pihe a lepkelány, Szellő a szitakötő, Ugri a szöcske, Döme a krumplibogár, és Gömbi a virágbogár. Vendel és Baltazár nem jön? Kérdezte csalódottan Bogyó. De igen, itt vagyunk! Kiáltott a szarvasbogár és a méhecske, és büszkén átnyújtottak egy szamócákkal teli kosarat Babócának. Köszönöm! Mondta a Katica lány, és ami kikeverte a süteményt, a többiek munkához láttak. Amikor készen lettek, meghívták Alfonzot, hogy nézze meg a kiállítást. Na hát, gyönyörű! Holnap elhozom a saját köveimet is, azokat is kifesthetjük, mondta vidáman a tücsök. Közben megsült a szamócás lepény, mind asztalhoz ültek, és megették az utolsó morzsáit. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Boszorkányok. Egy nyári napon Bogyó és Babóca barátaikkal a boszorkányokról beszélgettek. Ti elhiszitek, hogy léteznek boszorkányok? Kérdezte Baltazár, a méhecske. És hogy seprűnyélen repkednek éjszaka? Hát, nem is tudom, dünnyögte Bogyó. Nem sokára Bogyó és Babóca elindultak hazafelé. Mi lenne, ha este visszajönnénk? Hát, ha látunk boszorkányokat, javasolta a Katica lány. Egy kosárba enni és innivalót pakoltak, és újra elindultak a rétre. Hosszasan nézték az eget, de semmi sem történt. Gyere, Babóca, menjünk haza! Szerintem nincsenek is boszorkányok. Babóca hirtelen megtorpant. Bogyó, valami furcsa hangot hallottam a fa mögül. Jaj, Bogyó, mozog a falombja! Rémülten összeülelkeztek. Egyszer csak egy boszorkány röppent fel a fa mögül. Bogyó és Babóca nagyot sikítottak ijedtükben. Aztán egy másik boszorkány is feltűnt az égen. Szaladj, Bogyó, meneküljünk! És szaladtak, ahogy csak a lábuk bírta. Gyorsan bebújtak egy bokor mögé. Jaj, Babóca, milyen kár, hogy nincsenek velünk a barátaink! Erre a két boszorkány leszállt a földre, levették fekete köpenyüket, fekete kalapjukat, és vidáman így kiáltottak. De igen, itt vannak a barátaitok! Mi vagyunk azok, Pihe és Baltazár? Babóca szörnyű mérges lett. Tényleg ti voltatok a boszorkányok?
Nagyon csúnya dolog volt így megijeszteni minket. De mi csak meg akartunk titeket tréfálni, magyarázkodott Baltazár. Bogyó is háborgott. Igazán rossz tréfa volt, ezt még megbánjátok. Dühösen elindultak hazafelé. Ki kell találnunk valamit, Bogyó, hogy ezt visszaadjuk nekik. Mi lenne, ha mi is megijesztenénk őket? Ez az, kiáltott fel Babóca. Van is egy jó ötletem. Pihe és Baltazár magukra maradtak a réten. Most mit csináljunk? Tanakodtak megszeppenve. Lehet, hogy tényleg nem volt annyira jó ötlet? Ez alatt Bogyó és Babóca a Katica házához szaladtak, és gyorsan ördögjelmezbe bújtak. Fekete ruhát, fekete sapkát húztak, piros papírból szarvakat ragasztottak a fejükre. Siess, Babóca! Türelmetlenkedett Bogyó. Már látom, hogy jönnek! Gyorsan beugrottak egy bokor mögé, és várták, mikor ér oda Pihe és Baltazár. Akkor aztán kiugrottak a bokor mögül, és jól ráijesztettek a barátaikra. Segítség! Ördögök! Sikított fel a lepke kislány és a méhecske. Ugye milyen rossz, ha megijesztenek? Kapta le dühösen sapkáját a csiga fiú. Na hát, te vagy az, Bogyó! Ámult el Baltazár. Ez nagyon csúnya dolog volt. Csúnya dolog? A boszorkányos még sokkal ijesztőbb volt, kiabálta Bogyó. Nem is, az ördögös volt ijesztőbb. Elég legyen, szólt rájuk Babóca. Hagyjátok abba a veszekedést, béküljünk ki. Megígérjük, hogy többé nem teszünk ilyet, de ti is ígérjétek meg, hogy nem fogtok ijeszgetni minket. Igazad van, bólintottak a többiek. Nem akarjátok felpróbálni az ördög sisakot? Kérdezte Babóca. De igen, ti is felvehetitek a boszorkány kalapot. Sőt, a seprünkre is felülhettek. Na hát, kiáltotta Bogyó. Ez nagyon jó, úgy repülünk, mint a boszorkányok. Igen, tette hozzá Baltazár is. Mint az igazi boszorkányok. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Foci meccs. Egy nyári reggelen Vendel a szarvasbogár hangos kopogtatásra ébredt. Ha-ho, Vendel, nyisd ki, én vagyok az Frici. A szarvasbogár álmosan kibújt az ágyból és ajtót nyitott. No hát, Frici, gyere be! Kiáltotta boldogan Vendel, és a két régi barát összeölelkezett. Nézd csak, hoztam neked valamit, mondta Frici. Egy foci labda, hurrá! De a focihoz csapatok is kellenek, figyelmeztetett Frici. Rendben, állítsunk össze csapatokat, szóljunk mindenkinek, javasolta a szarvasbogár. Reggeli után Vendel és Frici útra keltek, mindenkihez bekopogtattak. Végigjárták az összes házat, és mire az erdő végére értek, összegyűlt a két csapat. Bírónak Alfonzt választották. Varjunk nekik színes mellényt, javasolta Lili. Kéket az egyik csapatnak, pirosat a másiknak. A focisták egész héten gyakoroltak. Ezeket nektek vartuk, mondta Szellő, és Vendel kezébe nyomta a piros és kék mellényeket. Köszönjük, mondták a csapattagok egyszerre, és boldogan felhúzták a mezt. Babóca és Lili padokat hozott, és a nézők elfoglalták helyüket a pálya szélén. Egyszer csak felhangzott Alfonz sípja, és megkezdődött a mérkőzés. Ez a szaladj, Bogyó, kiabált Vendel. Kiáltozott Gömbi. Hurrá, ez az! Ujjongott a kék csapat, és összeölelkeztek. Hajrá, kékek! Hajrá, pirosak! Hallatszott a nézők felől a vegyes hangzavar. Nem ér, Frici, nem szabad kézzel megfogni a labdát! Háborgott a méhecske.
Bizony, Baltazárnak igaza van, többet ne szabálytalankodj, Frici, mondta szigorúan Alfonza bíró. A meccs izgalmasan folytatódott. A pirosak is rúgtak 2 gólt, a kékek is, így már 3-2-re vezetett Wendell csapata, amikor újra leállt a játék. Frici elkáncsolt! Panaszkodott Gömbi. Igen, én is láttam, mondta Alfonz. Frici, ha még egyszer szabálytalankodsz, kiállítalak! Wendell csapata nyerésre állt. Frici egyre dühösebb lett. Ide nézzetek, most berúgom! Kiáltotta, és félrelökte Bogyót, de a lökéstől ő maga is elesett, és fájdalmasan felkiáltott. A kezem! Jaj, a kezem! A többiek mind oda szaladtak. Szaladok gyorsan Bagoly doktorért, mondta Szellő, és már indult is. Ha nem fájna a kezed, legszívesebben kiállítanálak, mondta Alfonz. Csúnyán ellökted Bogyót. Igen, tudom, szólt bűnbánóan Frici. De nagyon fáj. Meg is érkezett Bagoly doktor. Ez bizony eltörött, be kell gipszelnem. 4 hétig lesz rajtad a gipsz, utána leszedjük. Vigyázz rá, semmi szaladgálás! A meccs így a kék csapat győzelmével ért véget. A visszavágóra még egy kicsit várni kell, mondta Wendell, és megveregette Frici hátát. Ugyan már, hamar rendbe jössz, ne lógasd az orrod. Sajnálom, hogy szabálytalankodtam, szipogott Frici. Megígérem, ha erre jön a kezem, többet nem fogok rosszalkodni, és játszhatunk egy tisztességes visszavágót. Addig is kicsit kidíszíthetnénk Frici gipszét, mosolygott Babóca. Gyertek, meghívok mindenkit uzsonnára. A barátok mind beözönlöttek Babóca pöttyös házába. Elővették a filctollakat, és szebbnél szebb színes rajzokkal pingálták tele a cincér gipszét. Ha majd leveszi Bagoly doktor, akkor is megtartom emlékbe, jelentette ki Frici. Aztán mind asztalhoz ültek, és az utolsó falatig megettek egy óriási piskóta tekercset. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gombócok. Egy őszi napon Babóca, a Katica lány, szilvás gombócot főzött, és meghívta a barátait ebédre. Eljött Bogyó, Baltazár, Wendell és Pihe. Együtt megterítettek és asztalhoz ültek. A Katica lány 3 gombócot tett minden tányérba. Bogyó, Babóca és Pihe hamarosan jól is laktak. Szilvás gombóc, imádom! Akár 5-öt is meg tudok enni, mondta Baltazár a méhecske. Még hogy 5-öt, én 7-et is, vágta rá Wendell. 7-et? Jó, akkor én 8-at. Én pedig 10-et, jelentette ki a szarvasbogár. Jó, akkor versenyezzünk, zárta le a vitát Baltazár. Lássuk, melyikünk tud több gombócot enni. Babócának nem tetszett a dolog, megpróbálta őket lebeszélni, de a fiúk hajthatatlanok voltak. Ennek nem lesz jó vége, figyelmeztette őket, de Baltazár és Wendell nem hallgattak rá. Eddig 3 gombócot ettünk, most jöjjön a 4. javasolta Wendell, és újabb gombócot pakolt mindkét tányérba. Amikor mindketten végeztek, újabb gombócot vettek, és megették az 5. is. Az 5. után megették a 6. A 6. után megették a 7. A 7. után megették a 8. és utána a 9. Most jön a 10. bírod még? Kérdezte Baltazár. Ugyan, 2-szer ennyit is meg tudok enni, legyintett lazán Wendell. Már nagyon sok gombócot megettek, amikor mindkettejüknek fájni kezdett a hasa. Egyre jobban és jobban fájt. Elszaladok Bagoly doktorért, mondta Pihe, a lepke kislány. Bagoly doktor megvizsgálta őket, és dühösen szónokolni kezdett. No hát, a ki látott már ilyet? Persze, hogy fáj a hasatok. Mindketten 15 gombócot ettek. Na tessék, ráadásul döntetlen lett a verseny. 3 napig diétázni fogtok. Semmi más nem ehettek, csak főtt krumplit.
de éppen holnap jön az erdőnkbe a kürtös kalács árus. Szólalt meg kétségbeesve Vendel. Nagyon sajnálom, de most kimaradtok a kürtős kalácsból. 3 nap múlva gyertek el hozzám, hogy újra megvizsgáljam a hasatokat. Szólt szigorúan Bagoly doktor, és már indult is haza. Másnap meg is érkezett a nagy rétre a Bodobács illatozó kürtős kalácsaival. Az erdő lakói mind boldogan csemegésztek, válogattak a sok finomság között. Én fahéjasat kérek, mondta Babóca. Én kókuszosat, tülekedett Bogyó. Nekem egy cukrosat adjatok, kiáltott Pihe. De volt diós, mákos, sőt, kakaós is. Baltazár és Vendel szomorúan nézték a vidám vásárt, de szót fogadtak Bagoly doktornak. Amikor letelt a 3 nap, a méhecske és a szarvasbogár felkereste a doktort. Na, lássuk! Dünnyögött a Bagoly, és alaposan megvizsgálta őket. Rendben, meggyógyultatok, látom, szót fogadtatok. Hát igen, lógatta az orrát Vendel, pedig úgy szerettem volna én is kürtős kalácsot enni. Vendel és Baltazár elbúcsúzott Bagoly doktortól, és már indultak is hazafelé, amikor a Bagoly utánuk szólt. Várjatok csak egy percet, van itt valami. Félretettem nektek 2 kürtős kalácsot, tessék. Na hát, Bagoly doktor, te is kimentél a rétre. Hát persze, vettem a kalácsból a fiókáimnak, ezt a 2 pedig nektek tartogattam. Szépen betartottátok, amit kértem tőletek, ti se maradjatok ki a finomságból. Köszönjük, mondta boldogan Baltazár és Vendel, majd megölelték Bagoly doktort. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A homokvár. Egy meleg nyári napon Bogyó, Babóca, Gömbi és Baltazár felvették fürdőruhájukat, előkeresték vödreiket, lapátjukat, és elindultak a homokszigetre homokvárat építeni. Nézzétek, egy hatalmas dinnye, kiáltott egyszer csak Baltazár. Vigyük magunkkal, kérte Bogyó. Majd a nap végén megesszük. Jó, vigyük magunkkal, egyezett bele Babóca. Bogyó, Babóca, Baltazár és Gömbi óvatosan gurították maguk előtt a nagy dinnyét. De amint a domboldalhoz érkeztek, a dinnye megindult a lejtőn lefelé. Kapjuk el, állítsuk meg! Kiabált riadtan Babóca. Gömbi felugrott a dinnye tetejére, megpróbálta megállítani a szágoldó gyümölcsöt, de nem sikerült. Lábacskái kicsúsztak alóla, és lepottyant a földre. A dinnye pedig gurult tovább lefelé. Mindannyian szaladtak a dinnye után, ahogyan csak a lábuk bírta, de a dinnye gyorsabb volt. Amikor a dinnye a domb aljára ért, rázuhant egy éles kőre, és darabokra tört. Széttört a dinnye! Buslakodott Babóca. Ó, a dinnye! Szomorkodott Baltazár is. Ugyan, miért szomorkodtok? Inkább együk meg! Javasolta vidáman a kis virágbogár. A 4 barát körbeülte a dinnyedarabokat, és neki láttak. Falatozták a piros édes gyümölcsöt, amíg egészen tele nem lett a pocakjuk. Siessünk a homokszigetre, mert nem marad idő várat építeni! Kiáltott fel hirtelen a Katica lány. Várj, Babóca, én is veled megyek, mondta Baltazár. Én is, szólt Gömbi. De én nem tudok repülni, engem itt hagytok, kérdezte sírva Bogyó. Tudom már, építsünk kis hajókat a dinnyehéjból. Azzal gyorsan átjutunk a szigetre, és Bogyó is velünk jöhet, javasolta a méhecske. Kiválasztottak 4 dinnyehéj darabot, egyet Bogyónak, egyet Babócának, egyet Baltazárnak és egyet Gömbinek. Az árbóc faágból, a vitorla falevélből készült. Amikor elkészültek, vízre tolták a hajókat, és a szél nyomban sodorni kezdte őket a homoksziget felé.
Hurrá, vitorlázunk, kiáltotta boldogan Bogyó. Hamarosan el is érték a homokszigetet, és mind partra szálltak. Nézzétek, ott jön valaki! Egy vödör is van nála! Valóban, a homokos parton egy jókedvű bogárka közeledett. Babóca megszólította. Ki vagy te? Huba vagyok, a homokbogár. Itt élek a homokszigeten. Egy nagy várat fogok most építeni a parton. Igazán? Kérdezte Baltazár. Mi is építhetünk veled? Hát persze, gyertek, lássunk munkához, mondta Huba. Szép nagy homokvárat építettek együtt. Alagutakat fúrtak, tornyokat formáztak, kapukat fabrikáltak. Már csak a zászló hiányzik a tetejéről, mondta Babóca. Lerajzolta Hubát egy falevélre, és beleszúrta a vár tetejébe. Hű, akkor ez az én várom, kiáltott lelkendezve Huba. Amikor sötétedni kezdett, a kis barátok elbúcsúztak Hubától, és elindultak hazafelé. Aludj jól, várkapitány! Kiáltott vidáman Babóca.